2-1. Kitől várod? 1-2. 1-2. Bölde meg a Dibusz! Szombaton rendezik a Románia-Magyarország labdarúgó Európa bajnoki selejtező mérkőzést Bukarestben, de természetesen nem csak Romániában, hanem Magyarországon is óriási várakozás előzi meg a találkozót. Meg is kérdeztük a szurkolókat, milyen eredményt várnak, kik lövik a gólokat, és mi a véleményük Dárdai párról. Mit vársz ettől a mérkőzéstől? Hát igazából szerintem ezt mindenki tudja, hogy ez a mérkőzés egy hatalmas rangodó, mind az országnak, nekünk is, meg a románoknak is. Hát vereség az egyáltalán nem elfogadható, főleg így a tavalyiak után, meg az észak-írak elleni kudarc után. Én egy X-re számítok, de hát a győzelemért indulunk harcba. Szigorúan 2-0 vagy 2-1 belefér, mindenféleképpen győzelem. 1-0-ra nyerünk. Ki fogja nőni ezt a gólt? Ez az nehéz, de remélem a Zsuzsi. A szívem azt súgja, hogy nyerünk. A realitás azt mondja, hogy nem biztos, de én nyerni szeretnénk. Megtippelhetnéd az eredményt, akkor mennyit tippelt? 2-2. Kitől várod a gólokat? Hát én Szalaitól egy gólt minimum várok, és mivel Ferencvárosi szurkoló vagyok, ezért Gerától is sokat várok, meg Böde Dánieltől is. 2-1. Kitől várod a gólokat? 1-2. Böde meg a Dibusz! Mindenféleképpen győzelmet várok. De nekem már az is elég, hogyha láttam, hogy meghalnak értünk a pályán. Szerintem az X-nek örülnénk, de 1-2-es győzelem esetén szerintem két napos utcabát rendezünk a vonaton. Mit gondolsz a szövetségi kapitányról, Dárdai párról? Nekem rokoni szálok fűződnek hozzá. Ugyanabból a faluból való vagyok, vagyis hát édesapám ugyanabból a faluból való, honnan ő való, Véméndről. Ő is onnan indult, úgyhogy én szurkolok neki nagyon, innen is, onnan is, mindenhonnan. Én örülök neki, hogy ő lett. Dárdai Pál jobb, mint Pintér Attila. Már a játékosoknak a visszhangjából is, amit hallani, olvasni az interneten, meg ezeken a kommunikációs csatornákon. Abban reménykedem, a játékot nem is tudja javítani, fejben helyre teszi a játékosainkat. A Románia-Magyarország Európa-bajnoki selejtező mérkőzésről a Nemzeti Sport Online és az NSO TV helyszíni riportokkal és érdekességekkel jelentkezik Bukarestből.